Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióba Kálmán József atyát, üdvözlöm. Egy kicsit beszéljen nekem a pünkösdről, hiszen túl vagyunk az ünnepen. Hogyan zajlott Budakalászon? Milyen istentisztelet volt ez alkalommal? Milyen ünnepség? Én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket a VKZ televízióban. Hát a pünkösd az egyháznak a születésnapja. Mi történt akkor? Hát voltak az apostolok, akik azért féltek. Féltek, mert Jézust megölték, féltek, mert bezárkoztak ott az emeleti terembe, és nem mertek kimenni az emberek közé. És eltelik 40 nap, Jézus megjelenik közöttük, de ez a félelem az megmarad bennük, és akkor a mennybe menetel után Jézus elküldi a Szent Lelket. És akkor nagy külső jelekkel, tűz, lángnyelvek formájában leereszkedik rájuk, és megkapják a bátorságot, hogy kimenjenek az emberek közé. És ezért akartam ezzel a gondolattal kezdeni a beszélgetésünket, mert végülis ez az egyháznak ugye a lényegét fejezi ki. A apostoloknak, ami nagyon nagy ajándéka volt, az, hogy tudtak a jelenbe lenni, tehát, hogy tudtak nem a múlton merengeni, meg nem a jövőbe gondolni, hanem, hogy itt és most mit kell megcsinálni. És ha a múltba gondolkodtak volna, akkor azt mondták volna, hogy hát mi nem megyünk ki, hát megölték a főnököt, megölték Jézust, hát velünk is valami ilyesmi fog történni, hát miért menjünk ki, hát nem akarjuk mi a rosszat magunkra hozni. Merenkedtek volna a sérelmeiken, nagyon sok emberrel találkozok, aki ugyan régi dolgokat tudja csak elmondani, hogy ő neki mennyi bántalom és mennyi fájdalom volt az életében. Lehettek volna olyanok, akik a jövőbe élnek, és azt mondják, hogy hát majd valamikor megcsináljuk ezt, hát megkaptuk a feladatot, majd elmenjünk az emberekhez hirdetni az evangéliumot, majd, hogyha meg lesz elég pénzünk, meg lesz rá elég eszközünk, akkor majd megyünk az emberekhez. És ők képesek kimenni, és akkor abban a pillanatban érzik a Szentléleknek a jelenlétét. És hát a pünköskor nagyon sokan voltak a templomban, vasárnapi miserendet tartottunk. Talán egy nappal korábban kell kezdeni, mert szombaton volt egy ilyen kedves kezdeményezés, hogy Piliszántóig menjünk el gyalog, és Piliszántón a csíksomlyói búcsúi misével egy időben volt egy szentmise, és hát 9-en ebből az eső saras időben vállalták, hogy azt a 20 kilométert a Nagykövéhegyen keresztül legyalogolva kicsit imádkoznak a többiekért, meg az emberekért, és hát ez volt egy kicsit nekem is az előkészítése, hogy hát a nem megfelelő idő, tehát hogy jó lenne, ha sütött volna a nap, meg csendes szellő lett volna kint, és nem zúgott volna a misé alatt az eső, mégis nagyon sokan eljöttek, és ott voltak azon a szentmisén, és úgy megadta ugyanak az ünnepnek a részét, hogy az ember beleteszi önmagát, tehát, hogy ami én vagyok, ami én magamat tudom, azt odarakom, akkor a többi az már az kegyelem, az Istennek a műve, és hogy ő megáldja az emberi próbálkozást. Vasárnap nagyon szépen voltak templomba, tehát mind a háromszor megtelt a Kalászi és a Szent István telepi templom is hívekkel, és hát megünnepeltük a pünkösdöt, a Szentléleknek az eljövetelét. Ahogy így a bevezetőt hallgattam öntől, én azt érzem, hogy a pünkösd üzenete a ma ember számára is ugyanaz, nem változott semmit, mint amit régen az apostoloknak jelentett. Gondolok itt arra, hogy ugyanazokat a harcokat kell megvívni, hogy ki kell mennünk nekünk is nap mint nap az utcára, a világba, és ugyanúgy fel kell tenni a kérdéseket, hogy múlt, jövő, mit válasszon az ember. Ön is így látja ezt? Teljes mértékben, sőt, szoktam mondani, hogy a kereszténység, a hitünk azért ad egy forrást az embernek. Nem tudom, hogy ki mennyire szokott imádkozni, de amikor az ember leül imádkozni, akkor a jelenbe kell lenni az imádságban. Tehát lehet az ember a múltba az imádságban, hogy leül imádkozni, és akkor azon gondolkodik, vagy azra megy el a ideje, hogy hát milyen sérelmek érték őt, hogy a szomszéd már megint fűnyírózik, meg vágja a fát, meg ezt csinálja, meg azt csinálja, hogy a családtagok most nem hívott föl, vagy fölhívott. A Szentmisén, amikor az ember részt vesz, akkor azért is van egy kicsit lelkiismeret vizsgálat az elején,
hogy ne abba gondoljon bele az ember, hogy mi volt régen, mi történt, hanem hogy a jelenbe tudjon lenni. A másik ilyen kísértése az embernek, hogy a jövőn gondolkodjon. Tehát, hogy leül az ember imádkozni, és akkor eszébe jut, hogy hát el kell mosogatni, ki kell porszívózni, a mosógépet nem pakoltam ki, ezt meg kell csinálni, és akkor megint nem a jelenbe van, hanem elkezd más dolgokon gondolkodni. És az imádságban benne van az, hogy azt az időt, azt a Istennek szeretnénk ajándékozni. Tehát, hogy szeretnénk teljes egészében jelen lenni. És aki imádságos ember, egy találkozásban nagyon lehet érezni, hogy az az ember abba az imádságba valahogy benne foglalja a napját, az életét, és hogyha találkozik egy másik emberrel, akkor abba a találkozásban benne van az a odafigyelés a másikra. Tehát, hogy tud jelen lenni. Tehát fiataloknál szoktam mondani, hogy nem veszi el a mobiltelefonját, és nem már másfele figyel a figyelme, hanem talán még egy kicsit ez unalmasabb órákat is képes úgy odafigyelve végighallgatni, és hogy megérteni, hogy az a kitartás, az a erőfeszítés, amit megcsinál, az nem eredménytelen, hanem segíti őt a életébe. Mi a tapasztalat egyébként, hogy a ma embere mennyire tudja, hogy pünköstkor mit ünneplünk? Nyilván nem azokra az emberekre gondolok, akik ott vannak a Szentmisén, hanem egy kicsit tágabb környezetre. Hát nehéz. A egyházban végül is van a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és amikor az atyáról, a mennyei atyáról beszélünk, akkor hát a legtöbb hiton is tudja, hogy az a Teremtő, aki a világot létrehozta, akinek köszönhetjük azt, hogy milyen szép dolgok körülvesznek bennünket. Aztán a Fiúról beszélünk, akkor tudják, hogy van Jézus Krisztus, aki eljött, megjelent, segít bennünket. A Szentlélek olyan megfoghatatlan. Tehát, hogy kisgyerekek szokták kérdezni, hogy mi az a bérmálás, mi az a Szentlélek, és hogy ez mit jelent, és olyan nehéz egyszerűen válaszolni. Valahogy úgy fogalmazom meg, hogy a egyházunkban van egy irracionális rész. Tehát a hit az nem racionális dolog, tehát nem matematika, amit mindent le tudunk írni, vagy fizika, aminek képletekként működik. A nyugati ember erre nagyon hajlandó, hogy mindent ilyen rendszerbe foglaljon. A Szentlélek egy kicsit túllép ezen. És hogy a Szentlélek az, amikor az Isten lelke irányít bennünket. Konkrét példával élve, például a szeretet az a Szentléleknek a ajándéka. Tehát, hogy a földi igazságosság az azt mondja ki, hogy fogad fogért, szemet szemért, hogyha engemet megbántottak, akkor nekem is jogom van megbántani a másikat, hogyha én valami sérelmet szenvedtem el, akkor megsértem a másikat, és hát a bíróság is ezt támasztja alá, hogy el lehet menni a bíróhoz, és akkor a papírt is kap róla az ember, de hát senki nem lesz boldogabb. Tehát, hogy azok a nagyon nagy mély tüskék benne maradnak az emberekbe, a rokonokba, a családokba, ezekbe a dologba. És amikor a lélek működik, akkor tudunk megbocsájtani. Tehát, ahogy Jézus mondja, hogy nektek adom a Szent Lelket, hirdessétek az evangéliumot, bocsássátok meg a bűnöket. És ez a megbocsájtás, ez ennek a ajándéka, hogy nem tudom, hogy biztos, hogy átéltek a hallgatók, meg a tévénézők ilyen pillanatot, hogy valaki elkövet egy rossz dolgot velünk szembe, és úgy vagyok képes megbocsájtani, hogy már nem is emlékszem rá. Tehát, hogy mintha kitörölték volna. És hogy ez a megbocsátás, ez a léleknek a működését jelenti itt az ember életében, hogy képes vagyok letenni. Vagy a szeretet is ehhez kapcsolódik, hogy nem úgy reagálok, ami a alapvető környezet megkívánná, hanem az ember tud többet adni a másiknak. Nemrégiben volt egy másik nagyon fontos esemény, az első áldozás. Hányan vették először magukhoz a Szent Osztját? Hát a Szent István terepen 15-en voltak első áldozók, Budakalászon pedig 19-en, tehát összesen 34-en. Ez eddig évekhez képest egy nagyobb számot jelent. Hát ez egy 3 éves készületet jelent a gyerekeknek. Az elmúlt években úgy bevezették ezt a kötelezően választható hittant, és első, második és 5., 6. osztályban működik ez a hittan.
harmadik, negyedik és hetedik, nyolcadik osztályban pedig hát a gyerekeknek a lelkesedése, meg erőfeszítése kell, hogy eljöjjenek a hittanórára. Ami azért sokszor nehéz, mert délután van a hittan, amikor a többiek kint játszanak az udvaron, és akkor nekik be kell jönni a terembe, és hogy nem focizhatnak, meg nem szaladgálhatnak az udvaron. És hogy még ez az utolsó olyan évfolyam, aki tényleg meghozta ezt az áldozatot, hogy akkor ők jöjjenek hittanórára, és hogy ott legyenek. És másrészt én nagyon szeretem az első áldozási korosztályt, mert nagyon lelkesek. Tehát, hogy egy felnőtt fejjel az ember úgy nehezen érti meg. Egy gyerek fejjel sokkal könnyebben meg tudja érteni, hogy Jézus el akar hozzánk jönni. Tehát Jézus be akar lépni, nem csak a történelembe, tehát nem csak akkor, hogy karácsonykor megszületik, meg 2000 évvel ezelőtt történt valami, hanem most is, hogy kapcsolatba akar velem kerülni, hozzám akar jönni, kéri azt, hogy legyek az ő hordozója, tehát keresztény ember, Krisztus hordozó legyek, és hogy a szent áldozásban ennek egy nagyon konkrét pillanatát éli meg a keresztény ember, hogy abba a kenyérbe és a borba Krisztust vehetjük magunkhoz, hogy találkozunk ezzel a misztériummal, ezzel a titokkal. Hogyan lehet az ő kis lelküket egy kicsit oldani így az első Szent Jónás előtt? Mert gondolom, hogy azért valami izgalom, egyfajta várakozás mindig van bennük. Szoktam mondani a lelkiismeretvizsgálatot, hogy az minden emberre kéne, hogy működjön. Tehát minden nap, minden ember üljön le egy 2-3-5 percre, attól függ, hogy mennyi bűne van, és gondolja végig a napját, hogy mit csinált, hogyan csinálta. És ha az ember leül és elkezd ezen gondolkodni, akkor azért, ha működik a lelke, akkor nagyon sok mindent megbánhat, és nagyon sok nehézsége lehet. A Szent Jónásnál a pap Jézusnak a szerepében van. Tehát, hogy az ember, amikor ránéz a bűneire, és azt mondja, hogy nem kellett volna ellopnom a másiknak a toltortóját, vagy a ceruzáját, aztán most egy konkrét eset jut eszembe, hogy valaki kidobta a másik pulóverét a szemétbe, mert azt gondolta, hogy akkor az ember nagyon rosszul érzi magát. És akkor a papnak egy kicsit az a szerepe, hogy Jézusként ott legyen mellette, és azt mondja, hogy jó, hát ha megbántad, akkor próbálj meg jóvá tenni, ne ezen aggódjál, nem dől össze a világ. Nagyon érdekes a Szentírásban a ördögnek az elnevezése, az egyik elnevezés az a vádló. Tehát, hogy ott, amikor ott leszünk majd a ítéletkor, akkor lesz egy vádlónk, aki ott sorolja a bűneinket, és mondja azt, hogy Józsi, hogy te miket követtél el, és hát valószínűleg ugye az ember nagyon meg fog semmisülni abban a pillanatban, és hogy Jézusnak pedig pont a megbocsájtó szerepe lesz. Tehát, hogy bízom benne, hogy ahogy Jézus megismertem, hogy ő rám néz, és azt mondja, hogy jó van, de azért hozzám tartozol, de azért téged kiválasztottalak, téged neveden szólítottalak, a szentségekbe meghívtalak, gyere be. Tehát, hogy ebbe bízhatunk. És a Jónásnál is egy kicsit ez játszódik le, hogy van egy vádlása az embernek a saját bűneivel való találkozása, és hogy van egy megbocsájtás, hogy Jézustól megkapjuk ezt. És ahogy említette, akkor most elég sok kisgyerek részesült ebben. Az ő szüleik mennyire voltak partnerek úgy, hogy ők is elmentek a Szent Jónásra és az áldozásra? Nagyon sok szülő eljött, és voltak, akik évek kimaradása után jöttek el most elvégezni a Szent Jónás szent áldozást. Nagyon fontosnak tartom, és ez a szülőnek is elmondtam, hogy a gyerekekben igazi az a lelkesedés. És hogy a szülőnek a nem törődömsége, vagy az, hogy mással foglalkozzanak, az el tudja őket vinni. Olyan lehetőségünk van, hogy vasárnap most már zárva vannak a boltok, és kapott a magyar társadalom egy napot, hogy hát akkor most ne vásároljál. És hát ez nem egyértelmű, hogy akkor ez az ember ürhet otthon és dühönghet, hogy miért nem lehet elmenni a boltba, vagy miért csak ilyen vacakadások vannak a tévébe, vagy... És akkor megteheti azt, hogy ez egy lehetőség. Akkor hogyan lehetne ezt tényleg a család hasznára használni, és bízom benne, hogy előbb-utóbb megérkezik az emberekhez ez a felhívás, hogy akkor hát mondjuk vasárnap elmenni a templomba, vagy vasárnap meglátogatni a családot és beszélgetni velük, ez nagyon, nagyon kell a
mai embernek. Az együttlét az valóban nagyon fontos, és nem régen volt a plébánia napja Szent István telepen. Miről szólt ez a nap? Az elmúlt években volt plébánia nap, tavaly ez elmaradt, mert nagyon sok intéznivaló volt ott a templom körül, és a hívek mondták azt, hogy úgy, hogy legyen idén is, mert az olyan jó egymással találkozni. És ez volt az alapvető megfogalmazása a plébánia napnak, ezt a mottót találtuk, hogy a hétköznapi szentek. Ferenc pápának tulajdonított idézet az az, hogy szüksége van a egyháznak olyan hétköznapi szentekre, akik farmerbe járnak, akik pizzát esznek, kólát isznak, és mindennapokban élik az életüket, és hogy ezen kívül nem csak ezt teszik, mert azért nem teszi szenté az embert, hogyha pizzát eszik, hanem hogy a hitüket komolyan gondolják, és a társadalomban meg akarják élni. És ez volt az alap gondolata, és hát két iránya volt a plébánia napnak. Az egyik az, hogy meghívtuk a tűzoltókat, hiszen ők azért kemény szolgálatot látnak el itt magyar hazánkban, de hát egész világon, hogyha baj van, akkor ők mennek, hogyha életveszélyes helyzet van, akkor ők akkor is mennek, és nem mondják azt, hogy azt a gázpalackot nem viszem ki a pincéből, mert az fölrobbanhat a kezembe, hanem parancs, akkor teljesítem, mert másik életét megmentem azzal, hogy nem veszélyeztetem. A másik, hogy volt egy film, ez az operatív érték, ez a Regnumról szóló besúgókkal és a ügynökökkel foglalkozó film volt, és hogy felnőtteknek ez volt a beszélgetése, illetve a filmnézése, hogy akkor hogyan élték meg a hitüket, kereszténységüket, hogy mennyibe korlátozta őket ez az egyház ellenes rendszer, és mennyire tudtak tényleg jelen lenni a társadalomban. Ezek szerint akkor jövőre lesz folytatása ennek a napnak, bízom hogyha benne, már ez is közkívánatra jött össze idén. Mit terveznek még a nyárra, hogy a fiatalokat az egyház és a jóisten szeretete mellett tartsák? Hát ilyen nagyon közkedvelt ez a minisráns tábor, hogy hát Szent István telepen 30 minisráns van, Budakalászon hát most van 15 új minisráns, és az elmúlt években kezdtek el jelentkezni. Hát szeretném őket elvinni táborba, hogy egy közösségi élményt megérezzenek. Aztán lesz egy római minisráns találkozó, hát ide csak a 16 évesnél idősebb fiúk jöhetnek, de hát négyen fogják képviselni Budakalászt, és mennek, találkoznak a Ferenc pápával, és vesznek részt a 10 000 más minisránsról, akik az egész világról fognak oda menni Rómába. Aztán terveink szerint szeretnénk valami napközi tábor csinálni a hittanosoknak, hogy egy kicsit a szülőket is segítsük, hogy elhelyezni a gyerekeket valahova el tudják rakni. Másrészt egy kicsit összehozni a hittanosokat, hogy lássuk egymást és találkozzunk egymással. Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Kálmán József atyát látták, és hogyha meg lesz ez a római találkozó, akkor én utána szeretettel várnám egy élménybeszámolóra. Köszönöm szépen, és mindenkinek szép nyarat kívánok. Nézőinknek köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!